watch how the moon sits in the sky on a dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give light to the moon, assuming the moon's gonna owe it one. It makes me think of how you act for me, you do favors there rapidly. You just turn around and start asking me about things that you want back from me. I'm sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed while I find a place to rest. I wanna be in another place. I hate when you say you don't understand. I knew. I remember back then who you were. You used to be calm, used to be strong, used to be generous. But you should have known that shit around you. I'm so sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed you. Életed első 20 köre a Hungaroringen. Úgy kell vezetni a versenykamiont, ahogy képzelted? Hát nem teljesen, nehéz a feladat. Szokni kell ugye egy csomó dolgot, a féktávokat, fékezést, a turbónyomás fenntartását, vagy megszerzését a kanyar kigyorsításához. Úgyhogy ezek nehéz dolgok, de hogy elkezdtem most megtanulni itt a Hungaroringen, és hát remélem, hogy sikerül majd ezeket már szolderben majd 100%-osan alkalmazni is. A lóerős okasága az inkább kedvenced, vagy ellenség? Hát egyelőre még ellenség egy kicsit, mert próbálok nagyon gyorsan kigyorsítani, és hogy emiatt sokat még csúszkálok, és hogy finoman kell próbálnom adagolni a gázt, de szokni kell. Mi az előnye, vagy mi az, amit nagyon szeretsz a kamionban? Hát azért az erejét, meg hogy a váltó nagyon sok lehetőség van igazából, most kezdtem el csak ráérezni így a pályán, hogy elkezdtem nagyjából beosztani, hogy melyik kanyart milyen sebességi fokozatban, vagy felezővel, vagy nem érdemes venni. És hogy most így a végére elkezdett egész jól összeállni a pályát, gondolom, hogy melyik kanyart tényleg milyen fokozatba kell. Elég durva kombinációk vannak néha, amit az embernek meg kell csinálni a váltókarral, de hogy most tényleg az utolsó körökben sikerült jól mennem, és jól váltogatnom, de hogy nem hibáztam bele a váltogatásba, és hogy nem kellett annyira nagyon gondolkodnom rajta és koncentrálnom, hogy most akkor várjál, felezek, vagy nem, vagy és hogy hol vagyok, hanem most már úgy elkezdett jönni magától, és hogy tök jól ki is jött, mert hogy egy felezős lehetőséggel egész közel lehet egymáshoz a fokozatokat helyezni, hogy 7 hosszú, 8 fél, az már elég közel van egymáshoz, és hogyha jó gyorsan tudok közte kuplungolni, akkor elég jól lehet haladni az autóval előre, úgyhogy ez tetszett. Sokan úgy gondolják a méretem miatt, hogy borulékony egy ilyen pályaversenykamion. Te hogy érezted ezt? Egyáltalán nem éreztem borulékonynak, nem. Azért alacsony van a súlypontja azért. Én azt gondolom, hogy fölül kevés dolog van azért, aminek igazán van súlya. A lényeg az alacsonyan van, úgyhogy nem borulékony. Mit vársz magadtól az EB-n? Nehéz kérdés. Szeretnék tisztesen helytállni és hát pontokat szerezni a csapatnak. Sok sikert kívánunk Zolderra! Köszönöm szépen! It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be.